napot kívánok! Képzeljék el, egy fantasztikus szilvafa van a kertünkben. Már megettem, befőztem, minden volt, és most a végéből csinálok önöknek egy mártást. Ez egy olyan szilva mártás lesz, ami nagyon finom a vadakhoz, marhahúshoz, de én most kacsa mellel fogom készíteni, egy klassz hagymás, almás, krumplis pogácsa hozzá. Az igazság az, hogy érdekes étel, nézzék végig, készítsék el, élvezzék. Na gyere, kezdjük hozzá! Összevágom a hagymát apróra. Meghámozok egy almát. Lereszelem. Megy a hagymához, a hagyma és a alma mind a kettő finom a krumplihoz, ezt fogom egy kevés olajban megpirítani. Következő lépésben van két szép pecsenye kacsa mellem, kicsit a bőrét bevágom. Hát nem mintha számítana, mert nem annyira zsíros, tehát aki nem akarja, ne vágja be. Kicsit megsózom, kevés borszal is megszórom. Ez is kész. Következő lépés, a magozott szilva, pici bors, mert ez felerősíti a vörös gyümölcsöknek az ízét, cukor, és egy kevés balzsamecet. Ennek úgy nagyjából olyan lesz az íze, mint az ecetes szilvának, csak finomabb. Na, irány a tűzhely. Szépen felforralom a szilvát, addig főzöm, míg egy ilyen szirupszerű krém nem lesz belőle. A hagymát és az almát együtt pirítom, párolom. Kicsit megsózom, a két kacsát is feldobom sülni. Kevés olaj, először a hasán sütöm elő. És fedőben itt közepesnél egy picit gyengébb tűzön megsütöm. Megpirult az alma a hagymával. Itt a főtt krumpli. Kicsit megsózom. Kevés borsot szórok. És beleütöm a tojást. És egy sárgája. Összegyúrom. Megfordítom a kacsát. Összegyúrtam a tojással a krumplit, hozzá keverem a lisztet. Mikor összegyúrtam, kiszaggatom. Elkészült a kacsa. Azt mondják, hogy amennyi ideig sült, annyi ideig kell hagyni pihenni. Hát ez fog történni. A mártás is elkészült, leszűröm. És ez a finom kacsazsír sem menjen kárba. Nézzék, kézzel kinyújtottam a almás, hagymás krumpli. És szépen a kacsazsírban megsütöm. Végül pedig ezt a kis szilvát áttöröm. A kacsa kész, a mártást befejezem, addig megsül a krumpli, nem marad hátra, mint a tálalás. Elkészült a finom kacsa, persze lehet ezt klasszikus kacsasülccsel is készíteni, egy a lényeg, alulra kerüljön a szósz, nem túl sok belőle, mert ugye a szilva alapból savanyú, a balzsamecet szintén savanyú, az a pici cukor kompenzál. Viszont a fanyarú édeskés húshoz ez a mártás jó. De úgy komplett a falat, hogyha a krumpli is rajta van a villám. Tehát krumpli, hús, mártás együtt, ne sok mártást. Amennyiben kíváncsiak még ilyen ételekre,
akkor minden hétvégén a Facebookon új filmet teszünk föl, iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, Zsebszakács ez a neve, és az Instagramon fényképeket nézhetnek. Egyenek mindig jót élvezik az ízeket, viszontlátásra!